Most telefonon fogunk beszélgetni. A Momentum elnökségi tagja van a vonalban. Jó estét kívánok! Szép jó estét! Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre rajtaütésszerű ez a telefonhívás, én tudom. De nem nagyon láttam, hogy bárki megszólalt volna eddig a Momentumtól, úgyhogy most Berg Dánielt kérdezem, hogy mi a véleményük arról, hogy az ÁSZ el akarná vonni az állami támogatást a párttól? Hát ugye az országgyűlési választáson, és most igazából tegnap Szombathelyen is láthattuk, hogy a Fidesz nem zárkózik el attól, hogy gazdasági nyomást helyezzen a politikai ellenfeleire. Ugye Szombathelyen 50 ezer forintra bírságoltak minket, az aktivistáinkat egy plakát miatt, amit azt mondtak, hogy csökkentette a fideszes jelölt választási esélyét, szerintem egyébként ez lenne a dolga egy ellenzéki pártnak. Viszont a jelenlegi esetben tényleg úgy tűnik, hogy egy adminisztratív malőrről van szó. Ezt igyekszünk orvosolni, és természetesen a törvény keretein belül együtt fogunk működni. Ez a malőr, ez nem más, mint hogy nem találták meg önöket a székhelyükön? Igen, ez kicsit zavaros a helyzet. Ugye a pártigazgatónk több mint egy órát hát kapcsolgatták össze-vissza a számvevőszéknél. Igen, azt mondják, hogy nem találtak meg minket. Ugye mi nem nagyon kaptunk jelzést, hogy jönnek ellenőrök, vagy ilyesmi, szóval nem tudom, hogy mikor voltak ott pontosan, de igen, ez a történet. A Párbeszéd képviselőit, akik ugyanúgy jártak, mint önök, próbáltuk elérni, telefonon tudtunk velük beszélni hirtelennyivel, önök azt mondták, hogy lehet, hogy az a probléma, hogy ők például költöztek, és költözés közben A pontból B pontban, miközben cihelődtek, jöttek az ÁSZ-tól, és nem találták őket. Lehet, hogy ennyi az egész. Lehet egy ilyen pici kis gigszeren úgy elcsúszni, hogy mondjuk a Momentum az állami támogatását elveszítse, és ezzel ellehetetlenüljön? Hát, hogyha jól tudom, ugye elég nehéz a gazdasági helyzete az összes ellenzéki pártnak, a kormány 10-szer, hogyha nem 100-szor annyi erőforrásból gazdálkodik. Viszont nagyon reméljük, hogy orvosolni tudjuk ezt a problémát, sőt, holnap is megyünk már be a számvevőszékhez, hogy iratbetekintést és további intézkedéseket folytassunk. Adjanak hírt arról, hogy mit találnak. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm, szép estét. Szép estét kívánok. Mi pedig rögtön a kontrával folytatjuk.